A növénykedvelők egyik legnagyobb ellensége a levéltető, ami ha megtámadja a virágokat, akkor előfordulhat, hogy nem lehet már semmilyen módszerrel megmenteni azokat. Mint mindenben, úgy ezen a területen is a megelőzés a legfontosabb. Ezért ellátogattunk a Salgó-Tarjáni Cédrus kertészetbe, ahol Marcinek András számolt be nektek a leghasznosabb praktikákról. Milyen árulkodó jelek vannak arra, ha a növényeinket levéltetvek szállták meg, és mit lehet ez ellen tenni? A növényeink legjelentősebb kártevője a levéltetvek. A levéltetvek ellen különböző módon védekezhetünk, de ahhoz, hogy időben fel tudjuk ismerni a veszélyt, hogy levéltető kártétel van a növényeinken, ezért az egyéb árulkodó jeleket is, tehát azokkal is tisztába kell lennünk. Az árulkodó jelek, hogyha szabadban van a növényünk, akkor hangyák futkosnak rajta fel alá. Na most ez nem jelenti azt, hogy a hangyák viszik föl a levéltetveket a hajtások csúcsaira, vagy a levelek fonákjára, mert általában a levéltető a hajtás csúcsokon, illetve a levélzett fonáki oldalán jelennek meg. Tehát tulajdonképpen ott kelhet ki, tehát nem biztos, hogy a hangyák viszik föl, de ez a legfontosabb árulkodójel. Ami még árulkodhat szabadban is, mondjuk a csapadék lemoshatja, ezért ott nem annyira intenzív, az a levéltetvek által kiválasztott mészharmat. Ez ilyen ragacsos cseppek, apró cseppek formájában jelenik meg az alsóbb levelek lemezein, a felszínén, és abba beleszáll a por, olyan kicsit olyan koszosnak tűnik a növény. Ez általában a fedett helyen, illetve a szobában lévő növényeinken jellegzetes, ott sajnos az erősebben fertőzött növény, hát gyakorlatilag a berendezés tárgyait össze tudja maszatolni, tehát nem valami szép látványa miatt. Hogyha ilyet tapasztalunk, akkor el kell, hogy kezdjük átvizsgálni a növényeinket, hogy az valójában az a mészharmat, illetve a hangyásodás az mitől is van, mert ugyanis nem csak levéltető, hanem pajstető, gyapjastető, körtelevélbolha és egyéb ilyen kártevők is választanak ki mészharmatot, amit szívesen fogyasztanak el a hangyák. Mit tehetünk ez ellen? Hát ez ellen tulajdonképpen megelőző védekezésképpen érdemes, hát a szabadban élő növényeinket, dísznövényeinket, gyümölcsfákat, bármit, még a vegetációs időszak előtt, tehát rügypattanás előtt lemosó permetezéssel, hát úgymond letisztítani, erősíteni, hogy a szabadban telelő levéltető tojások már ne tudjanak kikelni a növényen. Hogyha ez mégis megtörtént, ennek ellenére is, akkor a gazdaboltokban lehet kapni olyan készítményeket, amik vagy olajosak, és emiatt a kártevők bőrén megtapadó olaj pusztítja őket el, vagy hát vannak erősebb mérgek is, amikkel sajnos óvatosan kell, hogy bánjunk, de az alkalmazása az, mikor nagyon nagy a kártétel, akkor sajnos elengedhetetlenné válik. Nagyon fontos az, hogyha permetszert kell, hogy használjunk, akkor mindenképpen keverjünk a permet lébe tapadásfokozószert is, mert emiatt tud a levélen úgy megtapadni a szer, hogy gyakorlatilag akár 100%-os sikert is elérhetünk. Ami még megelőzésképpen szóba jöhet, az, amit sokszor hát nehezebb ellenőrizni, az, hogy a növényeinket lehetőség szerint ne trágyázzuk túl. Tehát a túltrágyázott, különösen a nitrogénes trágyáktól túltáplált növény szöveti felépítése lazább, a kártevők sokkal könnyebben meg tudják szúrni a bőr szövetet, és emiatt sokkal gyorsabban is el tudnak szaporítani, és hát tulajdonképpen a levéltetőnek nem csak az a kártétele, hogy koszos a növény, meg. Tehát a levéltető az azért is veszedelmes, mert növénybetegségeket tud terjeszteni, sőt a legveszedelmesebb betegségeket is, tehát a vírusos betegségeket, amik ellen nem tudunk védekezni permetezéssel, csak kizárólag a növény megsemmisítésével.